Tisztelt alelnök úr, tisztelt osztályelnök úr, tisztelt osztály, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelik ezt az alkalmat, amely alkalommal a célom, hogy egy rövid betekintést adjak abba az eltelt körülbelül 30 évbe, amikor a gyógyszerkutatással foglalkoztam, ahogy a cím is jelzi, egyetemen, iparban és az akadémián. De mielőtt ezt az utat közösen végigjárnánk, szeretném elindítani a vetítést. Oké. Akkor, amikor egy fiatal kutató gyógyszerkutatással kezd el foglalkozni, gyógyszerkutatónak szegődik, akkor a motivációja általában több gyökérből is fakad. Az első és legfontosabb motiváció a szenvedő emberen való segítségnyújtás, de mondhatjuk úgy is hivatalosabban, hogy az életminőség javítása, az élettartamnak a növelése. Erre példa Semmelweis Ignác, aki gyakorló orvosként a fertőtlenítés területén ért el világra szóló eredményeket. A humanitárius szempontok mellett kétségtelen, hogy a gyógyszerkutatásnak, mint egy valódi kutatómunkának, a tudományos megismerés is egy fontos motivációja. Szeretnénk új tudományos ismereteket szerezni, szeretnénk azokat a rejtélyeket megfejteni, amik az emberi betegségeknek a hátterében állnak. Erre jó példa Sir Alexander Fleming, aki tudományos kutatóként vált az egyik leghíresebb gyógyszerkutatóvá. Végül nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a gyógyszer egyben egy termék is, és mint minden termék esetében, ehhez is kutatásfejlesztés és innováció szükséges. Ezek jellemezték Sir David Jack gyógyszerkutató munkásságát, aki a világon az egyetlen ember, aki 8 originális gyógyszer felfedezéséhez járult hozzá. Mindezek a motivációk segítettek abban, hogy, ahogy osztályelnök úr is említette, tanulmányaimat megkezdjem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki karán, és már másodéves koromban, amikor szerves kémia tanszékhez csatlakoztam, akkor kedvem támadt a kutatómunkához, ami talán azért nem volt meglepő, hiszen ez a tanszék, a Műegyetem szerves kémia tanszéke, amelyet 1913-ban Zemplén Géza alapított, a természetes anyagok kémiájával foglalkozott. És engem nagyon érdekelt a természet is, és a természetes anyagok is, így többé-kevésbé kézenfekvőnek tűnt, hogy a szerves laboratóriumi gyakorlatokat követően itt jelentkeztem TDK munkára, és a flavonoid kémiai kutatócsoportban Nógrádi Mihály egyetemi tanár irányítása alatt kezdtem meg a munkát. Nógrádi tanárról egy korabeli képet mutatok itt a diának a jobb oldalán. Ő szintén vegyészmérnökként végzett, de végül gyógyszerkutatóvá lett, mondhatjuk azt, hogy gyógyszerkutató lett. Tudnélik, jelentős mértékben járult hozzá a 7 izopropoxi izoflavon felfedezéséhez, amely egy csontritkulás elleni szerként, először a kinoin osteokin néven, majd Japánban Osten néven forgalomba került. Amikor én 1986-ban csatlakoztam a kutatócsoporthoz, akkor már a flavonoidok kémiája kevésbé volt a fókuszban. Nógrádi tanár úr további oxigén heterociklusos molekulák szintézisét tűzte ki célul, és ezek közé két vagy nagyobb vegyületcsalád tartozott. Az egyik a makrociklusos bisbibenzilek, a másik a szintén makrociklus tartalmazó diarilheptanoidok. Miért voltak érdekesek ezek a vegyületcsaládok? Azért, mert egy akkor még a gyógyszerkutatásban egyáltalán nem jellemző megközelítésnek állítanak példát,
a makrociklusos szerkezetű fehérje ligandumoknak. Ráadásul, mint említettem, ezeket a vegyületeket a távol-keleti tradicionális gyógyászatban is sikeresen alkalmazták, és talán néhányuknak feltűnik ez a mozifilmből választott kép, Sean Connery látható a képen az asszisztensével, aki a Medicine Man című filmben nyújtott feledhetetlen alakítást, ezt a filmet pedig a taxol felfedezése ihlette. Tehát nem kisebbítve Nógrádi tanár úr érdemeit, be kell valljam önöknek, hogy ez a film is nagy hatást gyakorolt rám akkor, amikor ezeknek a vegyületeknek a szerkezet bizonyító totál szintézisébe fogtam, és ez a motiváció ez szükséges is volt, mert ez egy rendkívül hosszadalmas folyamatnak bizonyult. Következő dián szeretném önöket röviden megismertetni makrociklusos diaralétereknek a szerkezetével, és ezt az ismerkedést makrociklusos bisbibenzilekkel kezdjük. Itt két példát mutatok ebből a vegyületcsaládból, az egyik a Ricardin B, másik a Plagiokin A nevet viseli. Ezek a vegyületek a megfelelő nyíltláncú prekurzorokból oxidatív ciklizációval alakulnak ki, és ennek az oxidatív ciklizációnak az eredményeképpen diariléter, illetve bizonyos esetekben bifenil szerkezeti részletek jönnek létre. A kutatócsoportban összesen 12 ilyen vegyület első totálszintézisét valósítottuk meg az ott töltött évek alatt, és ezek, mint említettem, bizony hosszú szintézisek voltak, 15-24 lépéses szintézisek. Azt is be kell valljam önöknek, hogy meglehetősen alacsony kitermeléssel kaptuk ezeket a vegyületeket, de annyit azért sikerült előállítani, hogy a szerkezetbizonyítást a korszerű spektroszkópia segítségével meg tudtuk valósítani. Az én nagy fájdalmam az volt, hogy az előállított mennyiség számos esetben nem tette lehetővé azt, hogy kipróbáljuk őket valamilyen biológiai rendszerbe, pedig tudtuk azt az irodalomból, hogy a távol-keleti népi gyógyászatban ezeket a növényeket, illetve ezeket a komponenseket sikeresen használják. Ezért aztán egy képviselővel, a Marchantin A jelű vegyülettel, ami itt középen látható, megpróbálkoztunk izolálás útján nagyobb mennyiséget előállítani. Ugye említettem, hogy ez a távol-keleti népi gyógyászatban ismert készítmény, és alapvetően ez egy távol-keleti mohafajban, a Marsancia polimorfa nevű mohafajban található meg. Sikerült azonban kiderítenünk, hogy ez a mohafaj Európában is honos, sőt Magyarországon is megtalálható, és akkor lelkes munkatársaimmal a Pilisben négy kézláb végzett túrán megpróbáltunk ebből megfelelő mennyiséget gyűjteni. Mint minden komoly expedíció, hogy a Medicine Manből is láthattuk, ez elsőre nem járt sikerrel. Ekkor azonban tudomásunkra jutott, hogy a Kertészeti Egyetem tangazdaságában egy ismeretlen kórokozó ütötte fel a fejét, és a tujapalántáknak a tövében egy ismeretlen búrjánzás indult el. Hát erről kiderült, hogy ez a Marsancia polimorfa. Úgyhogy learadtuk, megszabadítottuk a tujákat ettől az ott élősködő mohától, kivontuk a Marsantin A vegyületet, és számos gram pozitív és gram negatív baktériumon vizsgálva kimutattuk annak antibakteriális hatását. A másik vegyületcsalád, amiről szeretnék beszélni, ezek a diaril heptanoidok, amik szintén makrociklusos oxigéntartalmú vegyületek, és a nyíltláncú képviselők már régóta ismertek voltak, itt példaként a kurkumint mutatom be, amelynek oxidatív ciklizációjával, a fenolos hidroxidcsoportok kapcsolásával jön létre a jellegzetes diaril heptanoid szerkezet. A vegyületek szerkezetbizonyító totálszintézisét azonban nem ezen az úton valósítottuk meg, hanem sikerült egy új izoxazol szintont
fejleszteni, amely összesen 5 különböző makrociklusos diéről-haptanoid első szintézisét tette lehetővé. És ez a szintézis út már azt is megengedte nekünk, hogy biológiai vizsgálatokat végezzünk az előállított vegyületekkel. Ezeknek a vegyületeknek az esetében több képviselőnél is leukémia ellenes hatást tudtunk igazolni különböző leukémiákból származó sejtvonalakon. Ha most össze szeretném foglalni, hogy a tanuló évek alatt, amit az egyetemen töltöttem, ez alatt a 10 év alatt, melyek voltak a legfontosabb tanulságok a számomra, akkor azzal kell kezdjem, hogy a kémia sokfélesége engem az első pillanatban megragadott. Az egyetemen találkoztam először azzal, hogy mennyi féle kémia van, és hogy a kémia egy mennyire komplex és bonyolult tudomány, amely számtalan lehetőséget biztosít az azt művelők és szeretők számára a kibontakozáshoz. Nógrádi tanár úr mellett azt is megtanultam, hogy a labormunka, a szintetikus szerves kémia elengedhetetlen a későbbiek folyamán a gyógyszerkutatási tevékenységhez, és megtanultam becsülni ezt a munkát, ezt a tevékenységet, amely sok kitartást és bizony sok lemondást is igényel. Végezetül a harmadik pont, ami tanulságképpen levonható ezekből az évekből, megtettem az első lépéseket a biológia irányába. Mutattam önöknek fitokémiai megközelítést, az izolálást, a biológiai tesztelést, ezeket mind magam végeztem, természetesen megfelelő segítséggel és irányítással, de ez lehetőséget teremtett arra, hogy kitekintsek a biológia felé. És ez volt az a pont, ahol először vetődött fel bennem az, hogy tulajdonképpen jó lenne ezt a két tudományágat összekapcsolni. A kémiát és a biológiát valahogy közös platformra hozni, és ennek egy nyilvánvaló lehetősége a kémiai szerkezet és a biológiai hatás összefüggéseinek vizsgálata. Ez nem áll távol a kutatócsoportban végzett munkától. Tudnék, Nógrádi tanár úr a sztereokémia, a térszerkezet és a szerkezetvizsgálati módszerek területének nemzetközileg is elismert szakembere volt, így a kémiai szerkezet oldaláról biztosan nem szenvedtem hiányt. A biológiai vizsgálatok pedig megteremtették annak a lehetőségét, hogy ezt a kapcsolatot a kémiai szerkezet és a biológiai válasz között vizsgálni lehessen. Ehhez azonban további tanulmányokra volt szükség, és ezeket a tanulmányokat részben Horvai György, részben pedig Nárai Szabó Gábor akadémikusok vezetésével sajátítottam el, és kerültem picit beljebb a számítógépes modellezés világába. Ezeket az ismereteket, szerves szintetikus ismereteket, a gyógyszertervezési ismereteket általában a szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggés keresésének az izgalmát a gyógyszerkutatás keretei között találtam meg, mégpedig az ipari gyógyszerkutatás keretei között. 1999 és 2013 között ehhez egy megfelelő hátteret a Richter Gedeon gyógyszergyár biztosított. A Richterben végzett tevékenység a terápiás ötlet megfogalmazásával indult el, és mivel abban az időben mechanizmus alapú gyógyszerkutatással foglalkoztunk, a következő pont a molekuláris célfehérjének a kiválasztása volt, ami a célzott betegséggel összefüggésbe hozható. A célpont definiálását követően kezdődött meg a kémiai kiindulópont keresés. Olyan vegyületeket kerestünk ilyenkor, amelyek a célfehérjével kapcsolatba kerülnek, és annak funkcióját módosítani képesek. A kémiai kiindulópontot előbb vezérmolekulává optimáltuk, majd egy sokdimenziós optimálás, sok szempontú optimálás keretei között sikeres esetben gyógyszerjelölteket azonosítottunk. Itt a mi munkánk tulajdonképpen véget ért, azonban a csapat többi tagjának a munkája nem ért véget.
A gyógyszerjelöltek először a preklinikai fejlesztésbe kerültek, az ezt követően szerencsés esetben klinikai vizsgálatok következtek, és nagy öröm, hogy a csapat munkájának eredményeképpen olyan fejlesztésről is beszélhetünk, amely elérte végül a piacot, elérte a betegeket. Ez alatt az időszak alatt összesen 10 klinikai kipróbálásig eljutott gyógyszerjelölt azonosításában vettem részt, ebből 2 skizofréniában, 2 neuropátiás fájdalomban, 2 szorongásban, 2 gyulladásos fájdalomban alkalmazható, míg 1 vegyület Alzheimer típusú demencia kezelésére és egy másik krónikus elhízásban mutatott hatékonyságot. A mai alkalommal, ahogy ezt osztályelnök úr is előrejelezte, a Richter antipszichotikus kutatásairól szeretnék egy rövid összefoglalást adni, legalábbis abból a szempontból, hogy ezt én láttam. És ezt azzal szeretném kezdeni, hogy bemutatom a szereplőket. A diának a bal oldalán látható az a csapat, amelyik az antipszichotikum kutatás szempontjából meghatározó kollégákat gyűjtötte össze. Kérem, engedjék meg, hogy itt a csapatnak a tagjait név szerint is megemlítsem. Az ülősorban a hölgyek Matusz Judit, Csongor Éva, Friedman Éva, Gémesi Larissa, míg az állósorban a férfiak, Gyertyány István, egy fiatalabb kiadásban Jómagam, aztán Domán György, Kis Béla, Laszowski István, Tihanyi Károly és Bugovics Gyula. A kutatások vezetésében, irányításában Szombathelyi Zsolt és Greiner István játszottak meghatározó szerepet, és nekem meggyőződésem, hogy végül a közös sikerben jelentős szerep jutott 2 külföldi kollégának, Smith Klein Beecham-től érkező Tony Ensworth-nek és Derek Buckle-nek. De mi is az a betegség, amelynek tüneteire gyógyírt próbáltunk megtalálni? Ez a betegség a pszichózis, amely tulajdonképpen a személyiség teljes dezintegrációjával jár. Ezt az orvosi gyakorlatban 3 típusú tünettel azonosítják, pozitív, negatív és kognitív tünetekkel. Pozitív tünetek között talán a legismertebbek a téves eszmék és halucinációk, negatív tünetek között találjuk a logikai inkoherenciát, az érzelemszegénységet és a társasági izolációt, míg végül a kognitív tünetek a figyelme és memória zavarokkal jellemezhetők. Szóval azt hiszem, hogy a legtöbb ember számára nehéz elképzelni azt, amit ezek a betegek kezelés hiányában átélnek. Ezért példaként egy pszichózisban szenvedő festő, Louis Vuitton példáját hozom, aki nagyon szerette a macskáját, és több képet is készített kedvenc állatáról, ahogy ezt itt láthatjuk. Azonban a betegségnek az elhatalmasodásával látjuk azt, hogy ez a dezintegráció, ez milyen döbbenetes eredménnyel járt, hogyan alakult át az ő kedvencének a képe. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy ezen az állapoton szükséges és jó lenne segíteni. Sajnos az ő esetében erre nem volt lehetőség, hiszen az ő életében nem sikerült olyan megoldást találni, amely ennek a betegségnek a tüneteit kezelni tudta volna. A korszerű molekuláris biológia és sejtbiológia azonban meghozta azt a lehetőséget, hogy sikerült azonosítani olyan fehérjéket az emberi szervezetben, amelyek az antipszichotikus hatás receptorainak tekinthetők. Ezek a fehérjék az úgynevezett G-fehérjék kapcsolt receptorok családjába tartoznak, amelynek általános szerkezetét a dia bal oldalán láthatjuk. Ezek a fehérjék 7 transzmembrán hélixből állnak, és ezek a hélixek a sejt membránjában
helyezkednek el. A hozzájuk kötődő ligandumok, így például a dopamin, vagy a szerotonin, vagy az antipszichotikus hatást kiváltó vegyületek, itt a hélixeknek a felső harmadában az extracellulális oldalon találhatóak, és ez a szerkezeti részlet, ez ennek a fehérjéknek a legváltozékonyabb, szerkezetileg legsokoldalúbb része. Van azonban a fehérjéknek egy lényegesen konzerváltabb része, ami az intracellulális oldal felé mutat. Ezek pedig az úgynevezett jelátvitelben játszanak szerepet. A receptor úgy működik, hogy amikor megköt egy molekulát a felső részen, akkor a hélixeknek a szerkezete, konformációja megváltozik, és ennek következtében a sejt belsejében, az intracellulális oldalon különböző jelátviteli folyamatok indulnak el. A G-fehérre kapcsolt receptorok jelátvitelével kapcsolatban, Robert Lefkowitz szerkezetével kapcsolatban, pedig Brian Kobielka 2012-ben kapott kémiai Nobel-díjat, és az ő munkásságuk alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy olyan gyógyszerek kerülhessenek kifejlesztésre, amit ezeken a receptorokon fejtik ki a hatásukat. A Richteres antipszichotikum kutatás nem 1999-ben kezdődött, hanem történetesen több mint egy évtizeddel előbb, és ennek a munkának az eredményeképpen a Richteres kutatók egy RGA-1756 jelű molekulát azonosítottak, amit itt a kép bal oldalán lehet látni. Ez egy potens D3 affinitással rendelkező vegyület, 2,6 nanomolos KI értékkel, D2 receptoron is hat, ami elengedhetetlen az antipszichotikus hatás érvényre juttatásához, viszont sajnos egy másik, szintén G-fehérre kapcsolt receptoron, az alfa-adrenerg 1-es receptoron is affinitás mutat, ami azért probléma, mert ez kardiovaszkuláris mellékhatások megjelenéséhez vezethet. Ha most ránézünk ennek a molekulának a szerkezetére, akkor azt látjuk, hogy van egy A-val, illetve C-vel jelölt alapvetően gyűrűs szerkezeteket tartalmazó rész, amelyet egy B jelű összekapcsoló elem egyesít tulajdonképpen ezen molekulába. Az első próbálkozások azok arra irányultak, hogy ezt a B összekötő elemet próbáljuk meg kicserélni, és ennek eredményeképpen jutottunk a jobb oldalon látható vegyülethez, amely vegyület egy amid kötést tartalmaz. Ez javította ugyan a D3 receptoron az affinitást, viszont rontotta a D2-n, és nem igazán értünk el eredményt az alfa-1 adrenerg hatás mérséklésében. Időközben azonban a GlaxoSmithKline, amit akkor még SmithKline Beecham-nek hívtak, azonosított egy rendkívül szelektív és nagyon nagy hatékonyságú dopamin D3 receptoron aktív antagonistát, amiben ez az összekötő elem egy ciklohexil etil csoportot tartalmazott, ezért mi arra gondoltunk, hogy próbáljunk meg olyan molekulákat szintetizálni, amelyek ezt az újonnan azonosított összekötő elemet használják fel, azonban mi nem karboxamidokat, hanem szulfonamidokat szerettünk volna előállítani, és a szulfonamid kötésen keresztül kívántuk az A, illetve a C elemeket kombinálni ezzel az új B összekötő elemmel. Ennek érdekében először egy molekula gyűjteményt terveztünk. Itt látható ezeknek a molekuláknak az általános képlete. Az A részt arilszulfonsavkloridok segítségével, a C részt pedig ciklikus szekunderamidoknak a felhasználásával kombináltuk a már jelzett B összekötő elemmel.
Összesen 28 arylszulfonsavkloridot és 46 ciklikus szekunderemű kombinációjával létrehoztunk egy közel 1300 vegyületet tartalmazó virtuális molekulagyűjteményt. Ezeket nem állítottuk elő, csak a számítógép memóriájában léteztek, és a gyógyszertervezési módszerek alkalmazásából ezek közül kiválasztottuk azokat, amitől a legnagyobb hatékonyságot vártuk. Ez volt az úgynevezett aktivitás alapú fókuszálás. Majd kísérletes úton azokat az építőelemeket is azonosítottuk, amelytől megfelelő reaktivitás várható A és C kapcsolásához. Így végül automatizált módszerekkel összesen 288 molekulából álló, tényleges, fizikailag létező vegyülettárat hoztunk létre. A vegyülettárnak a szintézisét szilárd fázisú párhuzamos szintézissel végeztük. Ennek első lépéseként egy aldehid gyantára kötöttük fel a B szerkezeti részletnek megfelelő ciklohexil etil csoportot. Majd a következő lépésben ennek nitrogénjét acilleztük különböző szulfonsavkloridokkal, végül a közben kialakított halogénnel reagáltattuk a ciklikus szekunderaminokat, és így kaptuk a gyantára kötött, általunk előállítani kívánt vegyületeket. Ezt követően savas kezeléssel a vegyületeket lehasítottuk a gyantáról, és következett ezeknek a vegyületeknek a biológiai vizsgálata. A biológiai vizsgálatot elsőként a dopamin D3 receptorhoz mutatott affinitással, meghatározásával kezdtük el. A vegyületeket 10 nanomolos koncentrációban vizsgáltuk, és kritériumként azt szabtuk, azokat a vegyületeket tekintjük aktívnak, amelyek legalább a 70%-os affinitást elérik. Azt tapasztaltuk, hogy a 288 előállított molekulából 107 olyan molekula volt, amelynek az affinitása KI értékben meghaladta az 5 nanomolt. Ez egy nagyon jó eredmény, és mutatja azt, hogy a gyógyszertervezési módszerek sikeresen használhatók a hatékony vegyületeknek az azonosítására. Ha most megnézzük a biológiai aktivitás eloszlását, akkor azt is láthatjuk, hogy 41 olyan molekulát találtunk, ahol a biológiai aktivitás értékére jellemző KI érték, ez 1 nanomol alatt volt, ezek nagyon nagy affinitású vegyületek. Ezeket a vegyületeket aztán részletes vizsgálatoknak vetettük alá, és ennek eredményeképpen sikerült egy fejlesztési jelöltet azonosítani, amely szubnanomoláris D3 receptor affinitással megfelelő, az antipszichotikus hatás szempontjából megfelelő D2 affinitással rendelkezett, és nagy szelektivitás mutatott az alfa adrenerg receptorral szemben. Fontosabb szerotonin receptorokon inaktív volt a vegyület, metabolikusan stabil volt, metabolikus enzimeket nem gátolta, a hirtelen szívhalálért felelős káliumcsatornát szintén nem gátolta, megfelelően felszívódott patkányban, és ez lehetővé tette, hogy a vegyületet különböző in vivo antipszichotikus tesztekben vizsgáljuk, ezekben is megfelelő hatékonyságot mutatott. Úgy jött ki, hogy akkor ez tulajdonképpen minden rendben, azonban a toxikológiai vizsgálatok eredményeképpen az derült ki, hogy sajnos a vegyület a máj egyik izoenzimét indukálja, és ezért a karcinogenitás veszélye miatt ez a vegyület nem tudott tovább lépni a fejlesztésben. Ahhoz, hogy egy vegyületet ilyen széleskörű biológiai vizsgálatoknak vessünk alá, ahhoz szükséges, hogy a szintézis megfelelő mennyiségben, nagy léptékben tudjuk megvalósítani. Ezen dolgozott Domán György által vezetett kutatócsoport, és azt tapasztalták, hogy a nagyobb léptékű szintézis során rendszeresen egy melléktermék keletkezik, és ez a melléktermékből viszonylag nehéz megszabadulni, nehéz tisztán előállítani a fejlesztési jelöltet. Emiatt tudottak arra a következtetésre, hogy meg kell nézni, hogy mi ez a melléktermék, hát ha akkor könnyebben meg tudunk tőle szabadulni, és ezért
Domán György és Csongor Éva azonosították ezt a mellékterméket, amelynek a szerkezete itt látható. Annyiban különbözik a fejlesztési jelöltől, hogy a 3-pirilil szulfonil csoport helyett a nitrogénen egy egyszerű acetil csoport látható. Senki nem gondolt arra, hogy ez a vegyület aktív lehet, hiszen az összes addig ismert antipszichotikumban, itt az A pozícióban ciklikus szerkezeti elemeket találunk, ez pedig egy alifás szerkezeti elemet tartalmaz. Viszont a kollégáknak az ébersége volt az, amelyik itt segített, és kiderült, hogy ezek a vegyületek bizony az alifás szerkezeti elemmel is aktivitást mutatnak. Egy meglehetősen jó D3 affinitás mellett közepes D2 affinitás, viszont alfa hatással egyáltalán nem rendelkezett. Következő lépésben a D2 hatás fokozása érdekében a C szerkezeti elemet módosítottuk, és így jutottunk az ábra jobb alsó sarkában található vegyülethez, amely szubnormális D3 hatást, nagyon potens D2 hatást mutatott, és még az alfa szelektivitás is megfelelő volt. Az utolsó lépésben az A szerkezeti elem módosításával acetil csoportot egy NN-dimetil karbonil csoportra cseréltük, és így jutottunk az RGA-188 vegyülethez, amely később kariprazin néven vált ismerté. A fejlesztési folyamat eredményeképpen ez a vegyület aztán klinikára került. Azonban érdemes egy pillanatra megállnunk, hogy tulajdonképpen ez a felismerés az A szerkezeti elem aciklusos voltában, ennek mi a jelentősége? Az RGH-188 vagy kariprazin kompetitor molekulái az aripiprazol és a risperidon esetében nézzük meg, hogy az A szerkezeti elem ciklikus struktúrát mutat. És mint említettem, ez azért nem meglepő, mert az eddig ismert összes antipszichotikum esetében azt látjuk, hogy két tipikusan aromás rendszer található a molekula két végén, amit egy összekötő elem kapcsol össze. A kariprazin esetében azonban az A szerkezeti részlet, amit itt nyíllal jelölök, egy alifás lánc, amely egyben egy új farmakofor felismerését jelenti az antipszichotikumok esetében. Amíg önök a kariprazin amerikai promóciós anyagát látják a kép jobb oldalán, amely hülyen mutatja be a bipoláris betegségben szenvedő emberek problémáit, addig a tudomány iránt érdeklődők számára a másik oldalt ajánlom a figyelmükbe. Ez az a közlemény, amiben a kariprazin felfedezéséről beszámoltunk. A közlemény a Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters folyóiratban jelent meg 2012-ben, és egy szép példája annak, hogy komoly felfedezéseket nem csak Nature Index lapokban lehet publikálni. Előadásom harmadik részében az akadémiai gyógyszerkutatásba szeretnék bepillantást engedni, de előtte szeretném önökkel megismertetni azokat a trendváltozásokat, amelyek a gyógyszerkutatásnak a nemzetközi trendjeiben történtek. Az első és legfontosabb dolog az az, hogy az elmúlt évtizedben a kockázatcsökkentés, itt elsősorban a pénzügyi kockázatcsökkentésről beszélek, érdekében a gyógyszerkutatásba állami és filantróp szereplők jelentek meg. Ennek következtében egy a korábbiaknál szorosabb egyetemi akadémiai együttműködés bontakozott ki, amely elsősorban a korai kutatási programokra vonatkozik, illetve megjelentek olyan úgynevezett nyílt innovációs modellek, amelyek azt szorgalmazzák, hogy új terápiás megközelítéseket lehessen azonosítani. Magyarországon hagyományosan erős alapkutatási háttérrel rendelkezésre, ráadásul megkezdődött a 2010-es évek elején az akadémiai infrastruktúrának a megújítása.
és ezt követően egy új finanszírozási modell is elérhetővé vált. Úgy nézett ki, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy a gyógyszerkutatás az akadémiai egyetemi keretek között is sikeres lehessen. Az akadémiai keretek között végzett gyógyszerkutatási tevékenységünk egyik fontos része a Nemzeti Agykutatási Program keretei között valósult meg, és két fontos klinikai felfedezésre épült, amelyek a kariprazin hatékonyságáról szóltak. A kariprazin, amely alapvetően egy antipszichotikumnak lett kifejlesztve, a klinikai vizsgálatok alapján bipoláris depresszióban is hatékonynak bizonyult, sőt, a skizofrénia negatív tünetein is hatékonyságot mutatott. A Nemzeti Agykutatási Programban végzett kutatásaink során ezt próbáltuk meg megérteni, megpróbáltunk közelebb kerülni a kariprazin hatásmechanizmusához, hogy megértsük, hogy miért is lehet az, hogy depresszióban, illetve a negatív tüneteken is hatékony. Emil Fischer óta tudjuk, hogy a gyógyszer hatáshoz arra van szükség, hogy a gyógyszermolekula a szervezet egy makromolekulájával kölcsönhatásba lépjen. Önök számára már nem ismeretlen, hogy a kariprazin különböző dopamin, illetve szerotonin receptorokhoz kapcsolódik. Újra láthatjuk azt az ábrát, amit már egyszer mutattam. A kariprazin kötődése a variábilis régióban a G-féljére kapcsolt receptorok esetében konformációváltozást idéz elő a helixeknek a szerkezetében, és ettől jelátviteli folyamatok indulnak el, amelyik részben G-fehérje mediáltak, innen kapta a receptorcsalad nevét, de Lefkowitz munkásságának köszönhetően tudjuk azt, hogy egy másik jelátviteli útvonal, a beta-arrestin mediált útvonal is szóba jöhet. Ahhoz, hogy egy szemléletes képet próbáljunk megalkotni arról, hogy hogyan is kötődik a kariprazin a dopamin D3 receptorhoz, egy kis számítógépes tanulmányt, szimulációt készítettünk. Ezen az ábrán a dopamin D3 receptor látható, lila színű lipidekkel körülvéve membránba ágyazva, az extracellulális és az intracellulális oldalon vízmolekulákkal. Annak érdekében, hogy a kötődési eseményt jobban meg tudjuk figyelni, eltávolítjuk a lipideket, és fölülről nézünk rá a receptorra, tehát az extracellulális oldal felől nézünk rá, és egy arany színű molekulát látunk itt a receptorban, ez a kariprazin. Egyrészt azt figyelhetjük meg, hogy a kariprazin mélyen lenyúlik ebbe a receptorba, amely közvetlen kapcsolatot jelent a jelátviteli rendszerekkel, és azt is megfigyelhettük, hogy figyelmesen néztük, hogy a felső rész, az a bizonyos A szerkezeti elem, amelyik eltér, alapvetően eltér az összes antipszichotikumtól, az viszonylag mozgékony, és ezért több receptorral is kapcsolatot tud kialakítani. Ennek köszönhető a kariprazin különleges receptorprofilja. Kutatásaink során már az akadémiai keretek között megállapítottuk, hogy ez az új farmakofor elem, az A vagy jelzett elem. Ez döntően befolyásolja ennek a vegyületnek a farmakológiai profilját, befolyással van a kötődési affinitásra, a kötődési kinetikára, meghatározza a farmakológiai profilt, a szelektivitást, és befolyásolja a funkcionális aktivitást és a funkcionális szelektivitást is. De miért van ez így? Azért, amit ezen az ábrán próbálok meg megmutatni önöknek, a biciklusos árészt tartalmazó vegyületek esetében legtöbb esetben nem tud megfelelő kölcsönhatást kialakulni a receptor felső része és a ligandum között, nem így a kariprazin esetében, ahol az arifás szerkezeti részlet megengedi azt, hogy ez közel kerüljön olyan aminosabb oldalláncokhoz, amelyekkel kölcsönhatást tud kialakítani. Ha most megnézzük a kariprazinnak a receptor profilját, és összehasonlítjuk az aripiprazoléval, illetve a risperidonéval, akkor azt látjuk, hogy ezen a radardiagramon egy teljesen más karakterű receptorprofil rajzolódik ki, mint a két kompetitor molekula esetében. Sőt, ezen a felső ábrán azt is láthatjuk,
hogy a kariprazin bizony aktiválja a dopamin D2 és D3 receptorokat, de nem akárhogyan, mert csak és kizárólag a G-fehérje kapcsolt útvonalat aktiválja, és az sem teljes mértékben, tehát egy parciális agonistáról beszélhetünk. Annak érdekében, hogy a kariprazin hatásmechanizmus vizsgálatába előre tudjunk lépni, és neurobiológiai, illetve optofarmakológiai kísérleteket tudjuk végezni, Katona István kutatócsoportjával kezdtünk el együttműködni a Kokiba, és egy új kutatási eszközt hoztunk létre, ez egy fluoreszcens festékkel jelölt kariprazin. Ugye itt látható a kariprazin szerkezet. A fluoreszcensen jelölt kariprazin annyiban különbözik a kariprazintól, hogy ide egy fluoreszcensen világító festéket helyeztünk el, ami szerencsére nem módosította jelentősen a kariprazinnak a farmakológiai profilját. Miért volt ez fontos? Azért, mert innentől kezdve a dopamin D3 receptorokat és más receptorokat is, amelyeket a kariprazin kötődés érint, ezeket mikroszkópiával tudtuk vizsgálni. Egy szép példát láthatunk arra, hogy a immunfestéssel zöldre festett D3 receptorok és a kariprazin, fluorkariprazinnal lilára festett D3 receptorok kolokalizációja egyértelműen mutatja, hogy a jelzett kariprazin az a D3 receptorokat specifikusan képes jelölni. Miért volt ez fontos? Azért volt fontos, mert Katona István kutatócsoportja kifejlesztett egy olyan szuperrezolúciós mikroszkópos technikát, amelynek segítségével egészen extrém alacsony koncentrációjú, tehát femtomólos koncentrációban jelenlévő kariprazint lehetett kimutatni, ráadásul nanométeres felbontásban az agy bármelyik régiójában. Tehát akár egyetlen egy kötődő kariprazin molekulát is azonosítani tudtunk az agyban, ráadásul nanométeres felbontással. A vizsgálatokat a Kaleja-szigetek Magi régiójában kezdtük el, és rögtön az első eredmények megdöbbentőek voltak, mert a fluokariprazin segítségével egy új, specifikus dopaminergiálpályát fedeztünk fel. Ezek a vizsgálatok világítottak rá szószoros értelmében arra, hogy ellentétben a várakozásokkal a kariprazin nem a dopaminerg idegsejtek axonján lévő D3 receptorokra kötődik, hanem az axonok közötti térben található szemcse neuronoknak a felszínén. Mi ennek a jelentősége? Az, hogy a dopaminerg rendszer aktiválódása során keletkező nagy mennyiségű dopamint egy ilyen térben osztott rendszer, mint amit a szemcsesejtek jelentenek, lényegesen hatékonyabban és gyorsabban képes reagálni a hirtelen felszabaduló dopaminra, és ezáltal a hirtelen felszabaduló dopaminnak a biológiai hatását képes mérsékelni. Azért mutatom ennek az ábrának a nagyobb felbontású változatát, mert itt láthatjuk ezeket a kis kék pöttyöket, ez egy-egy molekula kariprazin, amint a sárgával jelölt szemcseneuron membránon kötődnek. A Természettudományi Kutatóközpontban a idegrendszeri kutatások mellett onkológiai kutatások is folynak, ezeken belül mi a JAK-STAT jelátviteli útvonal kutatásával foglalkoztunk. Ez a jelátviteli útvonal fontos szerepet játszik különböző onkológiai indikációkban, amelyeket itt felsoroltam, tehát célszerűnek látszott ennek a jelátviteli útvonalnak a részletesebb tanulmányozása. Amint ezt az ábra jobb oldalán található képen mutatom, a citokin receptorokhoz kapcsolódó JAK-kinázok aktiválódnak, majd foszforilálják a különböző enzimeket, illetve transzkripciós faktorokat, amelyek aztán végül az onkogenezishez vezetnek. Mi három
módon kapcsolódtunk be ezekbe a kutatásba. Egyrészt a JAK fehérjék ellen próbáltunk meg gátlószereket fejleszteni, másrészt pedig a downstream szignalizációban szerepet játszó transzkripciós faktorokat próbáltuk meg gátolni, valamint diagnosztikai fejlesztésekből is fogtuk. A JAK2 kináz esetében volt talán a legsikeresebb ez a kutatómunka. Amerikai partnereink segítségével az első onkogén specifikus JAK2 inhibitort mi tudtuk leírni. Ismét számítógépes gyógyszertervezést alkalmaztunk, JAK2 enzim szerkezetét vettük alapul, és összesen mintegy 223 ezer molekulát próbáltunk be virtuálisan ennek az enzimnek a kötőhelyére, mint ahogy ez itt látható. A számításgépes szűrés eredményeképpen a legnagyobb aktivitással rendelkező, vagy legnagyobb aktivitásra prediktált molekulák, a legjobb 1%-ot részletesen is megvizsgáltuk, és kiválasztottunk 245 olyan molekulát, aminek a legeltérőbb volt a szerkezete egymáshoz képest. Ezek közül rendeltük meg az első 60-at az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézettől. Ebből végül 39 darab érkezett meg, és e között a 39 között találtuk meg a kép jobb oldalán látható G6 jelű molekulát, amely az első specifikus JAK2 inhibitor volt, ami csak és kizárólag az onkogén mutációt tartalmazó JAK2 enzim működését gátolta. Sejtben is lehetett használni, szelektív volt, in vivo aktivitást mutatott, sőt, betegekből származó ex vivo mintánkon is működött. Ez a vegyület ez nem lett gyógyszer, talán hogyha a szerkezetére rápillantanak, nem is meglepő, viszont egy nagyon hasznos kutatási eszköz lett, jelenleg is több gyártónak a kínálatában szerepel, mint egy farmakológiai eszköz, és számos JAK2-t érintő kutatásban használták fel sikerrel. A másik stratégia, amiről beszélni szeretnék, ez a szignalizációban lejjebb megtalálható transzkripciós faktor, a STAT-nak a befolyásolását tűzi ki célul. Erre azért van szükség, mert sajnos a JAK-enzimekkel szemben rezisztencia alakul ki, itt viszont, hogyha a STAT fehérjét próbáljuk meggátolni, akkor esélyünk van arra, hogy közvetlenül a genetikai átírást tudjuk meg befolyásolni. Ezt egy nemzetközi kollaborációban végeztük ezt a kutatást, osztrák és kanadai kutatókkal együtt. És ebben a kutatásban a mi szerepünk a gyógyszertervezés és a hatásmechanizmusnak a vizsgálata volt. A STAT fehérje egy 786 aminosavból álló nagy fehérje. Itt az alsó részen a betegekből származó minták alapján azonosított leggyakoribb onkogén mutációt mutatom, az N642H mutációt, amely mutáns STAT fehérjének a szerkezetét itt láthatjuk pirossal, azonban a STAT fehérje nem monomerként fordul elő, hanem dimert képez, méghozzá ilyen fejláb dimereket, ez a fejrész, ez a lábrész, és látjuk azt, hogy fejláb formában kapcsolódik össze. Ebben az esetben a STAT fehérje foszforilálatlan és inaktív állapotban van. Amikor a JAK enzimek foszforilálják a STAT fehérjét, akkor kialakul a fej-fej típusú aktív dimer, ez bejut a sejtmagba, és megkezdődik a genetikai átírás, vagy az onkogenezis. Ezt kell megakadályozni. Nem olyan egyszerű azonban ezt megakadályozni, mivel egy transzkripciós faktornak nincsen olyan kötőhelye, mint az előbb mutattam a dopamin receptoron. Nagyon nehéz olyan molekulát találni, ami egy transzkripciós faktornak a sekély felszíni árkaiba tud jól kötődni, mégis sikerült egy ilyen molekulát találni, amint itt ezt az ábrán zölden lehet látni, és ráadásul ez a molekula szelektíven gátolta az onkogén N624H mutánst. A gyógyszerkutatási programok mellett több módszertani fejlesztést is
eszközöltünk, igyekeztünk hozzájárulni a gyógyszerkémiának a fejlődéséhez, és én személy szerint is nagyon büszke vagyok arra, hogy ezeket az eredményeket 4 alkalommal is a terület vezető folyóirata Nature Reviews Drug Discovery közölte. Azonban azt is fontosnak éreztük a munkatársaimmal együtt, hogy ne csak a külföldi kutatók ismerhessék meg a gyógyszerkémia alapvető módszertanát, hanem gondoskodjunk az utánpótlásról is, ezért a gyógyszerkutatás kémiai címmel egy könyvet hoztunk létre közösen szerzőtársakkal, amely jelenleg is az egyetemi oktatást szolgálja. Eredetileg ezt az előadást 2020. március 17-én tartottuk volna Huszti Péterrel közösen, de március 12-én pénteken délután 3 órakor egy telefont kaptunk, hogy most az előadás az nem lesz, mert valami vírus van. Péter is megkapta ezt a telefont, egyeztettünk is telefonon, gondoltuk, hát egy néhány hét csúszással ez megoldható. Valóban néhány hét lett belőle. A probléma az az, hogy most már 100 felé, vagy talán annyi még nem, de mondjuk 75-87-hez közeledett, mire végül eljutottunk a mai naphoz. Nem célom az, hogy az ebben az elmúlt másfél évben, ami abszolút nem tartozik a levelező tagsággal kapcsolatos székfoglaló témájához, részletesen kifejtsem, de megpróbáltuk alkalmazni azokat az ismereteket, azokat a tapasztalatokat, amit a gyógyszerkutatásban, gyógyszerfejlesztésben szereztünk, és egy konzorcium részeként arra vállalkoztunk, hogy gyártóeljárást, minőségbiztosítási, minőségellenőrzési lehetőségeket és klinikai vizsgálatokat végzünk. Az első és harmadik hullámban, az első harmadik hullámban hozzáférhető egyetlen szájon át használható antivirális szer a favipiravirral. Konzorciumban az első vegyi industria, a Richter Gedeon és a Meditop mellett a Természettudományi Kutatóközpont is bekapcsolódott, és ennek a munkának köszönhető, hogy 2020 áprilisától a COVID-ellátó rendszerben a japán és kínai eredetű favipiravir rendelkezésre állt. Azonban azt is tudtuk, hogy a favipiravir, mint antivirális szer, az a betegségnek a korai szakaszában, az első 7-10 napon tudja kifejteni igazából a hatását, ezért megpróbáltuk meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy engedjék ki a favipiravirt a házi orvosi gyakorlatba. Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, aminek egy fontos állomása volt, amikor osztályelnök úrral közösen abszolváltunk a Magyar Tudomány ünnepén egy előadást. Úgy gondolom, hogy ez ennek a kampánynak egy fontos része volt, a sajtó is felfigyelt erre, és ez végül lehetővé tette, hogy a harmadik hullámban 2021. március 8-ától az egészségügyi kormányzat kiengedte a favipiravirt a házi orvosi gyakorlatba, és így a favipiravir több mint 100 000 betegnek jelenthetett segítséget. Előadásom végén, ahogy áttekintettem ezt az elmúlt 30 évet, minden olyan nagyon egyszerűnek tűnt. Pedig, ha megpróbáljuk áttekinteni egy ember lépteit a születésétől a haláláig, akkor ezek a lépések egy bonyolult alakzatot rajzolnak ki a térben és az időben. Az életrajzok és az ilyen életáttekintő alkalmak, mint ez a mai, ezek ezt a bonyolult alakzatot hihetetlen egyszerűnek tüntetik fel. Minden nyílegyenes, szinte magától értetődő. Olyannyira így van ez, hogy számos kutató, sőt művészek is úgy nyilatkoznak, hogy tulajdonképpen ennek az útnak a bejárásához játékosságra, kíváncsiságra és érdeklődésre van pusztán szükség.
nem vitatva ezeknek a véleményeknek a jogosságát, én úgy gondolom, hogy még valamire szükség van, és ez a dolog az elkötelezettség. Abraham Lincoln szavait szeretném idézni, az elköteleződés az, amelyik valóra váltja az ígéretet. Az elköteleződést nem lehet összekeverni az érdeklődéssel. Addig, amíg az érdeklődő addig tesz alapvetően a célért, amíg a körülmények ezt megengedik, az, aki elkötelezett, az a nehéz helyzetben sem kiutat, hanem megoldást próbál megtalálni. Ebből következik, hogy az elköteleződés nem szavakat jelent. Tetteket. Olyan tetteket, amit egy emberért, egy közösségért, egy szakmáért, egy tudományért, egy elvért, vagy egy eszme érdekében teszünk meg. De fontos, hogy az elköteleződésre szükségünk van ahhoz, hogy válaszokat tudjunk kapni az életünk igazi kérdéseire. Ezért nem szabad attól félnünk, hogy elköteleződünk. Ez manapság nem egy divatos szó. Mégis úgy gondolom, hogy sokkal félelmetesebb az, hogyha elköteleződés hiányában elvesztegetjük azt az időt, amit itt a Földön tölthetünk. Goethe szavaival szeretném zárni az előadásomat. Goethe azt mondta, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a gondviselés is működésbe lép. Én őszintén hiszek ebben. Még egyszer szeretném köszönetemet kifejezni tanáraimnak, Bankó Károlyné Terinének, kémia tanáromnak a középiskolába, Dogádi Mihálynak, Nárai Szabó Gábornak, Horvai Györgynek és valamennyi tanáromnak a Műegyetemen, az ELTE-n és a Semmelweis Egyetemen, természetesen ajánlóimnak, Huszti Péternek, Nárai Szabó Gábornak, Pálinkás Gábornak, Penke Botonnak és Percel Andrásnak, mint a családomnak, és kérem, engedjék meg, hogy megemlítsem, hogy óriási öröm számomra, hogy az édesanyám itt lehet. Köszönöm továbbá valamennyi munkatársamnak, a kínóimban és a Richterben egyaránt, akik ezen az úton elkísértek engem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy többen is vannak, akik junior prímadíjat szereztek menet közben, úgy a richteres évek alatt, mint a egyetemi akadémiai évek alatt. Köszönöm összes munkatársamnak a Műegyetemen, az ELTE-n és az MTA TTK-ban, hogy segítették és támogatták a munkámat. És szeretném megköszönni a külföldi együttműködő partnereimnek, a GlaxoSmithKline-tól, Mike Hennek, Darren Greennek és Jacob Bushnak, valamint a Free University Amsterdam professzorainak, Rob Lursnek és Ivan Diesnek. És it is a great pleasure, Rob and Ivan, that you are here and you can join me to this very special event. A Ljubljanai Egyetemről Stanislav Gobesnek, valamint további kollaborátoroknak a bécsi, torontói, floridai egyetemről és az MTA Kokiból. Végezetül szeretném megköszönni önöknek megtisztelő figyelmüket.
Tisztelt alelnök úr, tisztelt osztályelnök úr, tisztelt kémiatudományok osztálya, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm osztályelnök úrnak a bemutatást, és ugyancsak szeretném megköszönni a kémiatudományok osztályának, különösen ajánlóimnak, Antus Sándor, Néhai Fülöp Ferenc, Görög Sándor, Margitai István és Sohár Pál akadémikusoknak, hogy lehetővé tették azt, hogy 2019. május 7-én az akadémikusok gyűlése a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választott. A 2013-tól 2019-ig terjedő levelező tagságom ideje alatt több téma kutatásában is részt vettem, de a legnagyobb munkát talán a makrociklusok családjába tartozó koronéterek, illetve azok származékainak a szintézise, molekuláris felismerés és alkalmazása terén folytattam. A molekuláris felismerés egy létfontosságú és a természetben általánosan előforduló jelenség. Példaként szeretném megemlíteni a DNS 2 csavar kialakulását, a szubsztrát specifikus kapcsolódását az enzim aktív centrumához, vagy az antitest antigén kölcsönhatást, vagy a természetes ionofórok szelektív fémion megkötő képességét és szelektív transportját a különböző biomembránokon keresztül. Molekuláris felismerés alatt azt értjük, amikor egy molekula, amelyet gazda molekulának hívunk, az őt körülvevő molekulahalmazból egy másik molekulát, az úgynevezett vendégmolekulát szelektív módon kiválaszt, és azzal egy rendezett szerkezeti úgynevezett komplexi áll össze. Ezeket a gazda vendégmolekula komplexeket nem kovalens kötések, hanem a sztereoelektron szempontból komplementer csoportok közötti, általában több ponton átható intermolekuláris, másodlagos vagy gyenge kölcsönhatások tartják össze. Ilyen másodlagos kölcsönhatás lehet a hidrogénkötés, a pi elektron rendszerek közötti vonzó kölcsönhatás, az úgynevezett pi-pi kölcsönhatás, az elektrostatikus vonzás, az ion-dipol, a dipol-dipol kapcsolat, vagy az úgynevezett van der Waals-féle erők. Minél több ponton, minél erősebb másodlagos kölcsönhatás lép fel a gazda és a vendégmolekula között, annál stabilabb a komplex, viszont a komplex képzés szelektivitását illetően nem csak a vonzó, hanem a taszító kölcsönhatások is jelentős szerepe lehet. Számos példát látunk ebben az előadásban is. A molekuláris felismerés egyik speciális esete az enantiomer felismerés, amely alatt azt értjük, amikor egy királis gazda molekula, a királis vendégmolekula két enantiomerjével szemben eltérő komplex képzési hajlamot mutat. Példaként említeném az élő természetben az egyféle konfiguráció cukrok és aminosavak beépülését, valamint lebomlását a metabolizmus során. Néhány évtizeddel ezelőtt a kutatók még azt hitték, hogy a molekuláris felismerés és ezen belül az enantiomer felismerés kizárólag az élő szervezetekben lévő bonyolult biomolekulák sajátja. Azonban az azóta eltelt időszak kutatási eredményei egyértelműen bizonyították, hogy ez a jelenség kiváltható viszonylag egyszerű szintetikus makrociklusokkal is, mint amilyenek például a koronéterek, illetve azok származékai. Az ilyen egyszerű szintetikus makrociklusokkal végzett molekuláris felismerés, illetve enantiomer felismerés kutatások nem csak azért érdekesek és fontosak, mert ezáltal jobban megismerhetjük az élő szervezetben működő molekuláris, illetve enantiomer felismerést, hanem ezáltal új és szelektív szenzor és szelektor molekulákat fejleszthetünk ki. A jelen előadásban számos példát látunk erre. Ezen a zábrán egy piridin egységet tartalmazó koronaéter naftil-etil-ammónium-perkoláttal képzett komplexének a stabilitási viszonyát mutatom be. Itt két vonzó és egy taszító kölcsönhatás lép fel. A vonzó kölcsönhatás egyrészről a gazda molekula piridin nitrogénje, valamint két
alternáló oxigénje, valamint a vendégmolekula három ammónium protonja közötti hidrogénkötés, illetve a közel párhuzamosan elhelyezkedő gazda és vendégmolekula aromás gyűrűi között ébredő erős pipi kölcsönhatás, ami valójában az enantiomer megkülönböztetés, tehát az enantiomer felismerés mértékét okozza, az a sztérikus gátlás. Míg a kevésbé, míg a kevésbé stabil komplexben, az úgynevezett heterokirális komplexben, ez azt jelenti, hogy a gazda molekula kiralítása, konfigurációja különbözik a vendégmolekula konfigurációjától, csupán egy kisebb taszító kölcsönhatás lép fel, addig a kevésbé stabil homokirális komplexben, tehát amikor a gazda és a vendégmolekula konfigurációja azonos, nem csak ez az előbbi kölcsönhatás, hanem egy sokkal erősebb taszító kölcsönhatás is fellép, nevezetesen a gazda és a vendégmolekula kiralítás centrumán fellépő erős, igen nagy sztérikus gátlás. Ez okozza azt, hogy a heterokirális komplex stabilabb homokirális társánál. Elhatároztuk, hogy az ilyen koronéterekből szenzorokat készítünk, ezért röviden szeretném említeni ezt a szenzorokkal kapcsolatos kis bevezetőt. Optikai és elektrokémiai szenzorokat szeretném kiemelni. Itt a működés egy molekuláris felismerés és az azt lefordító jelátvívő folyamatra bontható. Az optikai szenzorokkal kezdeném, az elektrokémiai szenzorok majd a előadás vége felé lesz szó. Az optikai szenzorokba beépíthető szenzormolekulák két részből állnak. Egyik a receptor rész, amely a molekuláris felismerésé felelős, a másik pedig a jelátvívő rész, amely a molekuláris felismerést mérhető jellé lefordító rész, tehát valamilyen optikai tulajdonság változik meg. Kiemelkedő szerepe van az optikai szenzorok terén a fluoreszenz szenzormolekuláknak, itt a jelátvívő rész valamilyen fluorofor, és az emissziós spektrum változás adja mérhető jelet. A fluoreszencia spektroszkópia kitüntetett szerepét, annak szelektivitása, nagy érzékenysége és sokoldalúsága okozza. Ezen az ábrán a már korábban bemutatott hasonló származék két különböző protonált primer amin enantiomerjével képzett komplexének a vizsgálatát szeretném bemutatni fluoreszcencia spektroszkópia segítségével. Az ábra felső részén a stabilabb komplexet képző, tehát az SS konfiguráció koronéter, ez ugye R konfiguráció, naftiletilammónium perkorát, titrási spektrum sorozatát tüntettem fel, a másik oldalon pedig a kevésbé stabil komplexet alkotó S naftiletilammónium-enantiomerek titrási görbét mutatnám be. A legfelső fekete vonal az a koronaéter, tehát a komplex szálatlan koronaéternek a emissziós spektruma. Látjuk, hogy a naftiletilammónium perkorát enantiomerek hozzáadására egyre inkább csökken a fluoreszencia intenzitás. Ez még jobban látható a 410 nanométeres spektrum tartományban, és a C-vel jelzett a dia bal alsó sarkában lévő ábrán. Látjuk, hogy itt jóval nagyobb csökkenés van a stabil heterokirális komplexet alkotó R-naftil-etil-ammónium-perkorát titrálásánál. Ugyancsak nagyobb meredekséget mutat az úgynevezett titrálási görbékből kapott Stern-Volmer egyenes. Ezen az ábrán a fluoreszenciás titrási spektrumsorozatok alapján meghatározható, bemutatom, hogyan határozható meg a K stabilitási állandó, illetve annak a logaritmusa. Az enantiomer szelektivitás, tehát az enantiomer felismerés mértékét úgy határozzuk meg, hogy a stabilabb, tehát a heterokirális komplex stabilitási állandónak a logaritmusából kivonjuk a homokirális komplex stabilitási állandónak a logaritmusát. Láthatjuk, hogy a legnagyobb enantiomer szelektivitást abban az esetben kapjuk, amikor a kiralítás centrumokon nagy térigényű izobutil csoport van, és az igen kiterjedt pi-elektron rendszerrel rendelkező naftil-etil-ammónium perkorátokkal végeztük a titrálást.
Az előjel megfordulása, vagyis az azt jelenti, hogy ugye a homokirális komplex lenne a stabilabb, ez csak látszólagos, ugyanis a hasonló csoportok térbeli elrendeződése az ugyanaz, mint a négy ammónius esetében, csupán az R és az S-et meghatározó Cunningham-Perog szabálynak a sorrendek prioritása miatt van ez az eltérés. A csekély enantiomer szelektivitást, amit az utolsó részen látunk, a fenil alanin metiliészter esetében azért van, mert itt a kirajtás centrumtól egy szén-szén kötéssel távolabb helyezkedik el az aromás gyűrű, ezzel kisebb pipi kölcsönhatás lép fel, ami csökkenti az enantiomer szelektivitást. Ezzel az úgynevezett Stern-Volmer karbirációs egyenes, amit ugye a titrálásból kaphatunk, meg lehet határozni különböző arányú enantiomereket a fluoreszencia spektroszkópiával a naftiletil ammónium perkorát esetén. A szintézisről szeretnék beszélni, ezen két szenzormolekula szintéziséről röviden, az idő nagyon előre haladt. Az első lépés a kereskedelemből beszerezhető kalidámsavnak a dimetiliészter képzése, majd egy kemoszelektív O-benzilezés, ezt követi a nátriumborohiddal történő redukció, végül pedig a tozilkloriddal történő ditozilezés, mely révén kialakul a makrociklizációhoz szükséges ditozilát prekurzor. Ez a makrociklizációs reakció itt az itt feltüntetett tetraetilén glikolok, amelyek metil, illetve izobutil csoportot tartalmaznak. Ezek több lépéses szintézissel állíthatók elő, nagyon egyszerű és olcsó alapanyagból kiindulva, mint például a és a L-leucin. Itt makrociklizációnál az első lépés a reverzibilis erős bázis deprotonálja a tetraetilén glikolnak a két hidroxid csoportját, így a dialkoxid nukleofil támadásával makrociklizációs reakció lesz. A következő lépés a benzil csoport eltávolítása, majd a kapott piridon egységet tartalmazó koronétert, metán szulfonsav anhidriddel kezeltük, így a piridin gyűrű négyes helyzetében egy igen kiváló távozó csoportot, a trifluometil szulfonátot, vagy röviden triflátot helyeztünk el, és ezt jódid ionnal nukleofil szubstitúciós reakcióba vittük, és származékokat pedig antocén boronsavval úgynevezett Suzuki alakítottuk ki a szénvegyületeket. Az enantiomer szelektivitás, tehát a enantiomer felismerés mértékének a növelése céljából a piridin egységet a jóval kiterjedtebb pi elektron rendszerrel rendelkező akrilin egységre cseréltük, amely egyúttal növeli a pi-pi kölcsönhatást is, és a koronéter konformációnak a merevségét. A kiterjedt pi elektron rendszernek az enantiomer növelést okozó hatását úgy magyarázzuk, hogy a kiterjedte pi elektron rendszer nagyobb pi-pi kölcsönhatást létesít az aromás egységet tartalmazó vendégmolekula enantiomerjeivel, így közelebb hozza a gazda és a vendégmolekulát, és a sztérikus különbségek sokkal kihangsúlyozottabbá válnak. Látjuk, hogy mind a két esetben, tehát mind a naftil etil ammónium és a fenil-etil ammónium perkorát enantiomeri esetében sokkal nagyobb az enantiomer szelektivitás, és itt azt is meg kell jegyeznem, hogy ez a reakció úgy zajlik le, hogy a kirajtás centrum is érintve van, tehát emiatt nekünk biztosítani kell azt, hogy a enantiomer tiszta ditozilátból enantiomer tiszta koronaéter keletkezzen. Ezt úgy érjük el, hogy szigorúan SN2 reakció körülményeivel viszük, és így a konfiguráció teljes inverzió valósul meg. Hogy jobban megértsük ezeknél a koronaétereknél és a gazda vendégmolekula kölcsönhatást, a koronaéternek mindkét naftil-etil-ammónium perklát enantiomerrel elkészítettük a kristályos komplexét,
és ebből növesztettünk egy kristályt, és megvizsgáltuk röntgen diffrakcióval. Itt is láthatjuk, hogy a heterokirális komplex esetében a sztérikus feszültség nem gátolja meg az igen erős PP kölcsönhatást, ugyanakkor a homokirális kevésbé stabil komplex esetében ez a PP kölcsönhatás nem lép föl, tehát ez a komplex kevésbé stabil. A szintézist röviden szeretném ismertetni, a már korábban bemutatott tetraetilén glikolt toziléztük, és a közvetlen prekurzora ez a ditozilát, ennek a makrociklizációs reakciónak ezt olyan difenilamin származékkal végeztük, ahol a nitrogénen formilvédő csoport volt, és a aromás gyűrűkön pedig két hidroxid csoport. Mivel ez is szigorúan SN2 reakcióval megy végbe, tehát a kiindulási ditozilát konfigurációjával ellenkező koronaéterek keletkeznek. A formilvédő csoportot mind bázikus, mind savas körülmények között távolítottuk el, egy picivel jobb termeléssel kaptuk a bázikus körülményekkel kapott terméket. Ezután a difenilamin egységet tartalmazó koronaétereket 1 mol oxalid kloriddal reagáltattuk, így egy monoamid monosavklorid keletkezett, amely jó segítségével egy gyűrűzáródási reakcióban ezt az izatin egységet tartalmazó koronaétereket kaptuk. Itt a gyenge termelés, még ha két lépést veszük figyelembe, annak tulajdonítható, hogy ez a monosavklorid, monoamid, ez igen instabil vegyület, és emellett ez az ötös gyűrű kialakulása sztérikus okokból kedvezőtlen. Az izotin egységet tartalmazó koronétert tetrametilammónium hidroxiddal átalakítottuk az akridin gyűrű 9-es helyzetében karboxil csoportot tartalmazó származékká, majd ezt 3-aminopropil triatoxiszilánnal, ticikolexil karbodímid kapcsolószer segítségével egy olyan kart létesítettünk, amely egy triatoxiszil védőcsoportot tartalmaz, ez HPLC minőségű szférikus szilikagéllel forralva alakítottuk ki a királis szelektor molekula és a HPLC minőségű szférikus szilikagél között a kovalens kapcsolatot. Kiterjesztettük a vizsgálatunkat más protonálpirimer aminok enantiomer elválasztására is. Ezen az ábrán a kirajtás centrumon két metilcsoportot tartalmazó koronéter alapú királis állófázis enantiomer elválasztó képességét mutatom be. Az ábra jobb felső részén a legfontosabb kromatográfiás paramétereket is feltüntettem. Azért, hogy egyértelműen meghatározzuk a elúcióban, hogy melyik enantiomer távozik először az oszlopról, az R és az S enantiomerek 2-1 arányát alkalmaztuk. Láthatjuk, hogy minden esetben igen jó úgynevezett alapvonal elválasztást értünk el. Azt is láthatjuk, hogy mindegyik protonált ammóniumsor esetében a koronaéterrel kevésbé stabil, azaz a homokirális komplexet képző R enantiomer távozik először az oszlopról. A kirajtáscentrumon nagyobb izobutil csoportot tartalmazó koronéter alapú királis állófázisnál még jobb enantiomer elválasztást tapasztaltunk. Ez összhangban van az előzőekben mondottakkal, ugyanis a nagyobb térigény, nagyobb sztérikus feszültség különbséget okoz, amely meghatározó az enantiomer szelektivitás, vagy az enantiomer felismerés mértékének esetében. Igen. A következőkben más szelektor molekulát is szerettünk volna kipróbálni, így esett a választásunk a diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronéterekre. Ezek, mivel viszonylag erős savak, alkalmasak arra, hogy úgynevezett protonkontrollált transportot hozzanak létre, mégpedig aktív transportot, ami azt jelenti, hogy a koncentráció gradiens ellenében is működik a transport.
Ez az egyszerű folyadékmembrán cella a következőképpen képzelhető el. Egy üvegpohárszerű, egy vizes pohárszerű edénynek a belsejébe egy üvegcsövet forrasztunk két üvegrúddal, és először behelyezzük a keverőmagot, majd a könnyen deprotonálható, azaz diaryl-foszfin savetséget tartalmazó koronaéter olyan oldószerben készült oldatát, amely vízzel egyáltalán nem elegyedik, emellett sokkal nagyobb fajsúlyú, mint a víz. Ezután az üvegcső belsejébe behelyezzük a racém ammóniumsónak egy olyan savval képzett sóját, ennek vizes oldatát természetesen, amely gyengébb, mint a koronaéter foszfinsav egysége. Utána pedig a gyűrűn ki, vagy a csöven kívül egy olyan vizes oldószert, olyan vizes savat teszünk, amely erősebb sav, mint a koronaéternek a foszfinsav egysége. Ez ebben az esetben sósav. A mechanizmus röviden a következő. A racém ammónium só, amely acetátot tartalmaz, az adófázis membrán határfelületén találkozik a foszfinegységet tartalmazó koronaéterre, amely erősebb sav révén kiszorítja az ecet savat, így egy koronaéter anion, ammónium, ion, hetero és homokirális komplex jön létre, amely ugye diaszteremmel viszonyban van egymással, így minden tulajdonsága, így a transport képessége is különbözik. Itt szeretném megjegyezni, hogy minél több másodlagos kölcsönhatás lép fel, annál nagyobb általában a szelektivitás. És itt ugye a már említett kölcsönhatásokon kívül egy további is gazdagítja ezt a ezeket a komplexeket, mégpedig az elektrostatikus vonzás. A membrán szedőfázis határfelülete, ez érve a korona és a korona anionja és az ammónium ion közötti heterokirális és homokirális komplex különböző sebességben ér oda, viszont ha odaérnek, akkor a sósav, erősebb sav lévén kiszorítja a koronaétert a sójából, így a szedőfázisban az egyik enantiomerben dúsult hidrokloroid só lesz. Ezt a ciklust utána a kiszorított koronaéter, ugye ami semleges és foszfinsav egységet tartalmaz, visszajutva az adófázis membrán határfelületre, egy újabb amin komplexálására képes, és ez a folyamat addig folytatódik, amíg a transportot hagyjuk. Ezen az ábrán négy különböző koronaéter és két racém aminnak a vizsgálatát mutatnám be. A könnyebb áttekintetőség miatt a koronaéter színe és az általa elért eredmény az azonos színnel van feltüntetve. Látjuk, hogy az első táblázatnál ugye a fenil etil amin acetát ecetsavval képzett sóját alkalmazzuk, és az SS37, tehát a kékkel, és az SS38 pirossal jelzett koronaétert használjuk transporterként. Láthatjuk, hogy a legjobb eredményt a piros koronaéter, tehát az SS38-al jelölt koronaéter esetében érhetjük el. A körülmények rendkívül fontosak, látjuk, hogy ezek jelentősen befolyásolják a transportnak a jóságát, és itt csak 15% enantiomer felesleg van, és ezért itt még további változtatásokat kell majd a jövőbe tennünk. Az alatta lévő ábránál a fenilglicinol ecetsavval alkotott sóját alkalmaztuk, ezt tettük az adófázisban, és 18 fok a hőmérséklet, és a membrán pedig diklormetán. Ebben az esetben a legjobb eredményt a kék színnel jelölt SS37-es koronaéter esetében értünk el, itt az enantiomer felesleg 20%-os. Mivel ez tűnt eddig a legjobb transporternek, megvizsgáltuk itt a koronaéter és a fenilglicinol transportját egy kicsit részletesebben. A baloldali részén az ábrának
a transportált mennyiséget látjuk az idő függvényében. Látjuk, hogy az 50% fölé kerül a transport, már 120 óra alatt is. Viszont az enantiomer felesleg az egy maximum halad keresztül, és a legjobb eredményeket körülbelül a 74 órás transport esetén láthatjuk. Ezek az eredmények természetesen még nem kimagaslóak, de egy dologot fontos kihangsúlyozni, hogy először írtuk le a szakirodalomba az enantiomer szelektív és főleg úgynevezett aktív, tehát a koncentráció gradiensi ellen is működő transportot. Ezen néhány ábrán szeretném bemutatni a szintézist. Itt a kereskedelemből könnyen beszerezhető és olcsó oxilánból indultunk ki. Ezt az RR szalem kobalt 2 katalizátorral egy hidrolízisnek vetettük alá, és így az R konfigurációjú epoxid változatlan maradt, de az S konfiguráció epoxid az hidrolízis szenvedett. Az R konfiguráció epoxidból ezután benzilalkóból képzett nátrium sóval reagáltattuk, kinyitottuk fel a gyűrűt, így megkaptuk az R konfigurációjú a primer hidroxid csoportján benzilezett etilenglikol származékot, és a másik enantiomert pedig úgy kaptuk meg, hogy a felnyitott etilenglikol egységet tartalmazó molekulát reagáltattuk benzilbromiddal, így csak a főleg a primer hidroxid csoport benzileződött. Ezután mind a két enantiomerit az etilenglikol származéknak reagáltattuk dietilenglikol ditoziláttal, és utána a kialakult tetraetilenglikol alfa-omega dibenzil származékát pedig katalitikus hidrogénezéssel tovább alakítottuk, így megkaptuk a tetraetilenglikolokat, ezek tozilezésével pedig a közvetlen prekurzorát a makrociklizációs reakciónak. Itt is SN2 típusú reakció van, de mivel a kirajtás centrum nem érintett, ezért magasabb hőmérsékleten is végezhettük a reakciót, mert acemizáció nem következhet be, ezért az SS konfigurációjúból SS, és az RR-ből pedig az RR konfigurációjú koronaéter keletkezik. Azért, hogy a diarilfoszfinsav savasságát változtassuk, nem csak elektronküldő, hanem elektronszívó csoportokat is elhelyeztünk az aromás gyűrűben. Végül a hidrolízis következett. Minden esetben működött a bázikus hidrolízis tetrametilammónium hidroxiddal. Egyetlen esetben nem, amikor az aromás gyűrűkön nitro csoportok voltak, itt kénytelenek voltunk vizes, sósav és dioxán elegyével végezni a hidrolízist. Most szeretnék néhány szót szólni arról a koronéterről, amely a kirajtás centrumát az aromás gyűrűkhöz egy szénszi egységgel közelebb adja, és ez a két koronéterről van, erről a két koronéterről van szó. Ennek a szintézisét szeretném röviden tárgyalni. Itt a már korábban bemutatott racém 41-jel jelzett epoxidból indultunk ki. Ezt mind az RR, mind az SS konfiguráció szalenkomplexel segítségével hidrolizáltuk. Így megkaptuk mind a két epoxidot, mind a két oxiránt, és ebből mentünk tovább az oxiránokból. Ezt felnyitottuk a dietilenglikolból in situ képzett dialkoxiddal, így kaptuk a tetraetilenglikolokat, majd ezek tozilezésével a makrociklizáció közvetlen prekurzorát. Ez a reakció szintén szigorúan SN2 körülmények között kell, hogy végbe menjen, biztosítani kell ezt, hogy a enantiomer tiszta ditoziládból enantiomer tiszta koronéterek keletkeznek. A hidrolízist itt szintén vizes sósav dioxán elegyel végeztük. A diarilfoszfin egységet tartalmazó koronéterek szintézisében a prekurzorok felhasználásával előállítottunk olyan koronétereket is, amelyek trifenilfoszfán egységet tartalmaztak. Ezek
katalizátor ligandumként alkalmazhatók hidroformírozási reakciókban. A elágazó látszó aldehid az egy királis molekula, és ennek a két koronaéter segítségével elért legmagasabb enantiomer szelektivitását tüntettem föl. Láthatjuk, hogy nincs jelentős különbség az elért legmagasabb enantiomer felesleg között. A szintézis az nagyon hasonló, mint az előzőkben elmondtam, az első az egyesen kettő típusú makrociklizációs reakció, de itt utána foszfor pentakloriddal először egy saf kloridot képzünk, majd az azt követő Grignard reakcióval kialakítjuk a trifenilfoszfin egységet tartalmazó makrociklust. A korábban már bemutatott prekurzort használjuk föl a további lépésekben, amikor azt a koronaétert kapjuk, ahol a metilcsoportok egy szén-szén kötéssel lejjebb helyezkednek el. Az első lépés egy dibenzilezés, majd ezután, ugyanúgy mint az előző ábrán, foszforpentakloriddal reagáltatva a megfelelő foszfinsav kloridot kapjuk, majd ennek Grignard reakciójával, fenilmagnézium bromiddal a bisbenzil származékot, és katalitikus hidrogénezéssel eltávolítva a benzil csoportot szokásos módon a makrociklizáció közvetlen prekurzorához jutunk. Itt szintén nem kell törődnünk a racemizációval, mert a kirajtás centrum nem érintett, így az SS konfigurációjú tozilátból SS konfiguráció koronaéter képződik. A foszfinoxidok redukcióját mind trimetoxiszilánnal, mind trietoxiszilánnal elvégeztük. Egy picit jobb termelést kaptunk a trimetoxiszilán alkalmazásával. A korábban már bemutatott akrilinegységet tartalmazó koronaétereket oldatát, hogyha hosszabb ideig állni hagytuk levegőn, akkor azt tapasztaltuk, hogy egy új makrociklus keletkezett, egy akridon egységet tartalmazó koronaéter, amelyről kiderült a vizsgálatok során, hogy igen nagy szelektivitás mutat ólomionokra. Úgy éreztük, hogy érdemes ezt kihasználni, és olyan lipofil akridon egységet tartalmazó koronaétert előállítani, amely alkalmas ólomionok kimutatására. Ennek a szükségét láttuk, mert elég nagy igény van arra, hogy az ilyen a különböző vizekben lévő ólom tartalmat gyorsan és szelektíven ki lehet mutatni. Itt csak egy példát szeretnék említeni, Budapest vízhálózatának az ólomszennyezettségét, ez egy 2019-es felmérés, ahol 2700 vízminta 20%-ának a ólom-2 tartalma határérték feletti. Tehát előállítottuk ezt a koronaétert, és ezt beépítettük az ionszelektív membránba, ennek a sematikus rajzát, ennek a potenciometriás elektrokémiai mérőszámnak ezen az ábrán mutatom be. Látjuk, hogy 10-4 mol felett nagyon jól működik, és számos zavaró ion esetében is jó szelektivitás mutat. Kiemelném a válaszidőt, ami igen rövid, 5 szekundon mindössze. Természetesen ennek az elektrokémiai szenzornak vannak korlátai is. A lineális tartomány csak 10-4 mol koncentráció felett van, és az alkalmazott pH az 4 és 7 között kell, hogy legyen. Ez persze a legtöbb esetben megvalósul a különböző vizekben, szennyezett vizekben. Ez az utolsó szakmai ábra, bemutatnám ennek a koronaéternek a szintézisét. Itt a már többször szerepelt racém-41 epoxid felnyitása az etilénglikolból képzett nátriumsóval, majd az így kapott a decilcsoporttal szubszidált dietilénglikolt, ezután egy három lépésből álló lánchosszabbítási reakciónak vetjük alá, majd az így kapott diészter, könnyen átalakítható a dimetilészteré, ezt redukáljuk a decilcsoportot tartalmazó tetraetilén-glikolá, majd ennek tozilezésével kapjuk a közvetlen prekurzorát a makrociklizációs reakciónak. A makrociklizációs reakciót ezzel a 74-jel jelölt akridon diollal végeztük. Sajnos a termelés igen alacsony volt, ez annak köszönhető, hogy ez a diol
a reakció körülmények között bomlást szenved. Mondani valom végére érve, már csak a köszönetnyilvánítás van hátra, szeretném először azoknak megköszönni a közreműködését, segítségét, akik a most bemutatott munkában vettek részt. Elnézést, hogy nem sorolom fel őket az idő előrehaladása miatt. Itt pedig azoknak a személyeknek köszönetet mondani, akik ugyan az itt ismertetett munkában nem vettek részt, de más területen hozzájárultak azokhoz az eredményekhez, amelyek a 2013-tól 2019-ig terjedő levelező tagságom ideje alatt történtek. Ezek igen nagyszámú egyéb kísérleteket takarnak. Szeretném azoknak megköszönni a szakmai fejlődésemben nyújtott segítségüket, akik jóval a levelező tagságom előtt fejtették ki tevékenységüket és hozzájárultak a szakmai fejlődésemhez. Erdős Jánosnénak, Marika Nénnek a középiskolai tanárom volt, az egyetemi oktatóimnak, az ELTE-n, és végzésem után, akik segítették a munkámat. Köszönöm Breccio Isaac és Lem professzoroknak, hogy 1985-től kezdődően a koronaéterekkel kapcsolatos kutatásokat együtt végezhetünk több mint egy évtizedig. Köszönöm a munkatársaimnak, akik hazatérésem után segítették azt, hogy a koronaéterekkel kapcsolatos munkát itthon is folytathattam, közülük számos doktoráns szerepel. Köszönöm szüleimnek, rokonaimnak, barátaimnak a támogatásukat és szeretetüket. Külön köszönettel tartozom feleségemnek, Husztiné Iványi Györgyinek, aki a házi munka terheit levette a vállamról, és sokszor bizony munkaidő után vagy ünnepnapokon is folytathattam oktató és kutató munkámat. Köszönöm az OTKÁ-nak és az NKFIH-nak az anyagi támogatást. Az itt lévő hatalmas természetes makrociklus, az mintegy 300 kilométerre van attól a helytől, ahol én a kutatásaimat elkezdtem, Provótól, a Brigham Young Egyetemtől, amely még a holdképével is igen stabil komplexet képez. Ez a mintegy 16 méter átmérőjű emblematikus kőképződmény, makrociklus, ez nagyon sok helyen előfordul, a Utah autók rendszámán, a negyed dollároson, illetve a különböző amerikai bélyegeken is. Ezzel a képpel szeretném megköszönni az önök megtisztelő figyelmét és türelmét.